Jankovics Marcell rajzfilmje a János Vitéz alapozta meg bevezető programként az idei múzeumok éjszakáját. A katona élet témát választó és jubiláló 10. estén a Bihari Múzeum és civil szervezetei az első világháború kirobbanásának 100 éves évfordulójára emlékeztek, hogy stílszerűek legyünk egy sereg programmal. A Calvin téri múzeum épület előtti háborús emlékműveknél, valamint a múzeum udvarán, a kőtárnál, az első világháborúban elhunyt beretyújfalui kereskedők és iparosok emléktáblájánál koszorúzással kezdődött az este. A Szederinda énekegyüttes népénekei nyitották a színpadi programokat, melyet dr. Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntője követett. Mint oly sok minden, ez az ötlet is Franciaországból indult. Magyarországon először Budapesten 2003-ban rendeztek múzeumok éjszakáját, és hát Berettyőfalu hála a hiperaktív múzeum igazgatójának már 2005-ben csatlakozott ehhez a rendezvényhez, és hát ki lehet számolni könnyen, hogy ez a 10. alkalom az, amikor Berettyőfalban a múzeumok éjszakáját rendezik. 2005-ben még csak 16 település múzeum csatlakozott ehhez a rendezvényhez, és ma már 500 helyszínen 4000 rendezvény van a mai nap folyamán. Ez a múzeumok éjszakája nem is fedi le teljesen a rendezvények mienségét, illetve minőségét, hiszen már bekapcsolódtak ebbe a levéltárak, könyvtárak, és ha valaki ilyen nyárt tájéken Budapesten jár, akkor a Falk Miksa utcában látja, hogy a műgyűjtők éjszakája és egyéb hasonló rendezvények is megtalálhatók. Berettyőfalu a múzeumok éjszakájának rendezvényeit mindig valamihez kötötte, tehát mindig tematikus volt a rendezvény, hol a vízről, hol a fényről, hol a 30-as évekről, emlékszem rá, nem a 30-as évekre, hanem amikor az a rendezvény volt, akkor itt a Lisztesbe, Bihari étterembe, ugye a 30-as évek ételeit szolgálták fel, vagy amikor a Busa 100 éves volt, akkor a sportról szólt, és hát most éppen sajnos 100 éve annak, hogy az első világháború kitört, és ennek apropóján a mostani tematikus rendezvény a katona sorsról szólt.
A katona élet bemutatása mivel kezdődhetett volna jobban, mint egy fegyverzet és közelharci bemutatóval, melyet a debreceni Honvéd iskola első éves tanulói tartottak. Az intézmény Fekete András főhadnagy vezetésével főszereplő volt az egész este folyamán. Jó magam és egy oktató beosztottam segítségével, illetve 10 általunk felkészített diákkal leszünk részt most ezen a múzeumok éjszakáján. Alapvetően egy fegyverzett technikai, illetve felszerelés bemutatón asszisztálunk kvázi, illetve hát ott felvigyázunk, valamint egy közelharc bemutató, illetve inkább egy önvédelmi jellegű, de mégis a katonai jellegeket magában hordozó önvédelmi bemutatót fognak majd bemutatni a diákjaink. Ezek alapvetően oktatóeszközök, tehát nem éles fegyvereket hoztunk most ki, hanem teljes egészében megegyeznek a való életben használt eszközökkel. Elég széles a repertoár, tehát itt a nagy hatótávolságú romboló puskától kezdve a géppuskán át, golyószóló, puskák, gépkarabélyok, tehát igazából azok a fegyverek, amelyek a mindennapokban ténylegesen eszközül, és hát ha lehet mondani, hogy szerszámként szolgálnak a katonák számára, ezek találhatóak itt most nálunk. Hál' Istennek nagyon népszerűek, a két okból is. A fiatalok most tudnak igazából ezekkel kontaktusba kerülni, az idősebb korosztály pedig hát nosztalgiázva tekint azokra a fegyverekre, amiket ide most kihoztunk. Értelemszerűen itt azért a kevésbé modern, illetve a tényleg teljesen modern fegyverek megtalálhatók, éppen ezért minden korosztály kedvére mazsolázhat ezekből. Nagyon sajátságos a mi iskolánk, hiszen ugye az egyetlen az országban, ami a Magyar Honvédséget képviseli, mint olyat, hiszen mi a Honvédelmi Minisztérium közvetlen alárendeltségében és fenntartásában dolgozunk és élünk. Ez azt jelenti, hogy egyértelmű cél az, hogy ezek a diákok, akik hozzánk járnak, egy nagyon komoly honvédelmi nevelésben részesüljenek, és ezt a honvédelmi nevelést majd későbbiekben ők saját maguk döntik el, hogy vagy a katonai pályán folytatják tovább, vagy mint egy tevékeny állampolgár, gyakorlatilag teljesen tisztában léve a Magyar Honvédség feladatrendszerével és követelményrendszerével élnek tovább a mindennapokban. A jelen mellett a múltban, a táncban és zenében meglévő katona élet is szerepet kapott a színpadi programok között.
szép lány, annyi boldog év után, hol van az a sok szép lány? Tél, mire, hová lett a sok leány? Olyan gyűrű, mint a lány, ó, mondd ki értél, ó, mondd ki értél. Így nézett ki egy magyar királyi honvéd 1944 nyarán. A magyar honvédség második világháborúban használt eszközeit, fegyvereit és uniformisának részeit ismerhették meg a szolnoki Szent László hadosztály Honvéd Hagyományőrző Egyesület bemutatójából. Mi a szolnoki Szent László hadosztály Honvéd Hagyományőrző Egyesület, illetve a debreceni Bocskai Dandár honvédség és társadalom baráti körének vagyunk a hagyományőrző tagjai. És mi azzal foglalkozunk, hogy a második világháborús magyar királyi honvédség eszközeit, felszerelését, fegyverzetét, de kiképzését, harcászatát, gyakorlatilag a teljes katonai életet kutatjuk, próbáljuk megfeleleveníteni. Először is van egy fegyverbemutató, itt a mögöttünk látható asztalokon a II. Világháború magyar, szovjet és német hatásrajtot, illetőleg replika fegyverei láthatóak. Gyakorlatilag a katonák, akik itt vannak velem, ők egyrészt a Gábor Dénes elektroműszaki szakközépiskola diákjai, másrészt ugyanolyan polgári személyek, mint én, akiknek ez a különös hobbija van, hogy a II. Világháborús katonai élet iránt érdeklődnek. Itt megmutatjuk, hogy a fegyvereket hogy használták, mire volt jó a fegyver. Megpróbáljuk elmagyarázni főleg a gyerekeknek, hogy mi a különbség a számítógépes katonai játék és a valós katonai játék között, mert ugye ez nem ugyanaz. De látható itt II. Világháborús magyar katonai kerékpár, látható aknavető, nehézgéppuskaállás, könnyűgéppuskaállás, golyószórók, páncéltörő fegyverek másolatai, és ezek használatát mutatjuk meg nekik. Egy másik elem pedig a ruházat, a felszerelés bemutatása. Tulajdonképpen mi azt szoktuk mondani, hogy tréfással, mi azt csináljuk önként, amit a normális férfi ember akár a fél ujja levágásával igyekezett elkerülni 70 évvel ezelőtt, hiszen mi 40 fokban díszelgünk, mínusz 20 fokban gyalogolunk, ráfagy a kezünk a puskára, hőgutát kapunk és hasonló jók. Tulajdonképpen kell hozzá egy alapfokú érdeklődés a történelem iránt, de vannak olyan tagjaink, akiknek semmi köze a történelem, vagy történész, vagy tanári pályához. Ez egy gyakorlatilag egyszerű emberek, akiket érdekel. Nagyon sokan érdekes módon a makettezéstől indulnak el, ugyanis megcsinálnak egy makett harckocsit, megcsinálnak 3-4 makett katonát, aztán rájönnek, hogy de jó lenne, hogyha ez igazából meglenne, és akkor különböző hivatalos forrásokon keresztül lehet ezeket elkezdeni gyűjteni, illetőleg rengeteg szabályzatot kell olvasni, mert a korabeli kifejezésmód, a korabeli katonai nyelv, ami egyébként egy roppant nehézkesen olvasható nyelv, hiszen ebben az időszakban általában német katonai szabályzatokat fordították magyarra tükörfordítással, ami nagyjából azt jelenti, hogy körülbelül 3-szor kell elolvasni egy mondatot, hogy az ember rájön, hogy mit szerettek volna annak idején leírni. Milyen fórumokon lehet ilyen eszközöket beszerezni, amik ugye javarészt eredetiek, bár ugye hatástalanítottak? Célszerű ismerni eredeti, tehát olyan fórumokat, ahol ugye kellően autentikus személyekkel is lehet kapcsolatot tartani. Mi például ugye a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal, illetőleg a Magyar Tartalékosok Szövetségével vagyunk folyamatos kapcsolatban. Egyrészt azért, mert a múzeumi anyagokat ellenőrizve meg tudjuk határozni, hogy mi az, amit éppen szereztünk, vettünk, talált. Másrészt pedig így tudjuk kiküszöbölni azt, hogy esetleg fals információkat adjunk mi is tovább a nézőknek, látogatóknak. Az első világháború kitörésének 100. évfordulója kapcsán a Bihari Múzeum és Sinkai Tamárosi Könyvtár civil szervezetei Bihari Múzeum és Alapítvány és a Bihari Múzeum baráti köre rendezésébe, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával és Brettyőfa önkormányzata támogatásával sikerült egy nagyon széles, színes programot összeállítani. 6 órakor nyitottuk az udvat, és azóta folyik a program a színpadon. 9 óráig mindenféle műfaj, zene, tánc, verbunk, nóta, operett, pop, rock, zene, minden, ami a katonassággal kapcsolatos katona témájú dalok hangzanak el. Furtai Citara zenekar is fellépett. Aztán voltak hagyományőrző katonák bemutatói, illetve a Gábor Dénes szakközépiskola katonadiákjai is bemutatót tartottak a színpadon. Ők egyébként egész este 6 órától 9 óráig a sátrakban is várják az érdeklődőket, mindenféle fegyverek bemutatójával lehet hozzájuk fordulni, kérdezni, ki lehet próbálni nagyon sok mindent. A gyerekek számára, a legkisebbek számára a csákóhajtogatás,
És a családi kantinban pedig ki lehet próbálni egy két világháború között készített társasjáték, a járőrjáték másolatán lehet játszani a családoknak társasjátékozni. Az idejében partnereink a Püspökadányi Karacs Ferenc Múzeum munkatársai, velük a térképészítés technikájával lehet megismerkedni szintén a családi kantinban. Az évek hosszú sora óta már hagyomány, hogy kvízjátékunk van. Egyrészt a kiállításból vannak kérdések, tehát végig kell menni a kiállításba, és meg kell keresni a válaszokat, részint pedig könyvtárosok segítségével rengeteg kiadvány könyvet tettünk ki, amiből szintén kikereshetők a válaszok, így aztán mindenki tökéletes megoldást tud adni. Ennek a sorsolása következik hamarosan. A Póta részben a debreceni toborzóirodások kiadványaival találkozhatnak, és egy repülőgép szimulátorral állnak sorba a gyerekek, meg mindenki ki szeretné próbálni. És a katonakóstoló, amit sokan nem tudtak, hogy mi lehet ez a katonakóstoló, hát annak idején, mikor nagymamán kérdezte, hogy kérsz egy katonát, hát egy szelet kenyérre, egy szelet kolbász vagy szalonna, hát ez a katonakóstoló. Úgyhogy bárki kaphat egy katona kóstolót, egy katona kolbászt, egy katona szalonnát, egy kis kenyérrel, úgyhogy így meg lehet kóstolni a katonákat is. Fönt a nagy teremben 6 óra óta folynak a programok. A májusi helytörténeti vetélkedőnkre középiskolás diákok olyan színvonalas produkciókkal jöttek, amelyre azt gondoltuk, hogy meg kell mutatni a nagy közönségnek is. A székelyhídi diákok határon túlról olyan érdekes dolgot találtak, egyikük dédnagyapjának az első világháborús naplóját mutatták be, és azt adták itt elő szintén az este folyamán. Az ötvös szakképző intézet és az Aranyáros Gimnázium csapata pedig egy PowerPoint-os vetítéses előadást állított össze, amit itt többször az éjszaka folyamán levetítünk. Ezen kívül a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Főigazgatóságáról Kis Balázs főhadnagy úr az este folyamán kétszer is beszél 20 perces előadásában a hadisírgondozásról, és beszél az első világháborús katonai hősökről. Békés Imre magángyűjtő, akinek köszönhetjük nagyrészt a katonasors kiállítás anyagait is, ő pedig a Vitézi rendről tart kétszer is előadás az este folyamán. Egyébként a katonasors kiállításban a magángyűjtő Kecse Attila és Békés Imre is az egész este folyamán állnak a látogatók rendelkezésére, rengeteg kérdésük van, folyamatosan tálatvezetést tartanak. Sírhattok már új falusi lát, három évig engemet nem lát, addig leszek hazám katonája, hiába fáj a szívetek tája, addig leszek hazám katonája, hiába fáj a szívetek tája, ne sírj babám, nincs azon mit sírni, fogok néked szép levelet írni. Nem apa bírva, szerelmemmel lesz az tele hírva. Égő szívem vetem apa bírva, szerelmemmel lesz az tele hírva. Én magzatom, szép katona fiam, szíve vérével ír neked anyád. Mióta a császár kenyerét eszed, vörösbe fordult köröttünk a világ. Most készülünk a döntő nagy csatára, s ti lesztek majd ellenünk a sereg. Ha ráuszítnak önnön véreidre, ne lőj, fiam, mert én is ott leszek. Az anyaföldnek most zsendül a méhe, már lesi az ásós kapáshadat, hogy szűzölőbe termőmagot hincsen, várja az erőt, mely életet ad. Most megmérjük irdatlan nagy erőnket, s nem ringatnak majd kalászt a szelek, a termőföld lesz a mi lázadásunk, ne lőj, fiam, mert én is ott leszek.